Megállapodott a Görög Katolikus Egyház és az Ungvári Nemzeti Egyetem. Templombúcsú Beregdédán. Gyermeknap Mátyfalván. Barátságos focimeccs Karácsfalván. Ezek a hitélet témái a Görög Katolikus Egyház mai műsorában. Ez a fotó itt 1931-ből van. Mintegy 80 diák látható rajta. És a két szemináriumi tanár, Kaszinszky atya és Iván Szkiba atya, akik ebben a kollégiumban laktak a Kapitulna utca 18 szám alatt. Úgy nevezték Alumneum. A városi tanács azt a döntést hozta, hogy visszaadja kérésünkre a régi kollégiumot a Kapitulna utcában, amelyet az egyetem használt. Jelenleg nem nagyon használták már, és nagyon örülök, hogy megegyeztünk az egyetemmel arról, hogy az egyházmegye szeretné helyreállítani a kollégiumot, amely egyházi lesz, de ott lakhatnak az Ungvári Nemzeti Egyetem diákjai. Ez egy nagyon fontos lépés, amelyet közösen, konfrontáció nélkül teszünk meg. Remélem, hogy az egyetemmel folytatott egyeztetést követően most már nyugodtan megoldhatjuk a felmerülő problémákat társadalmunk és ifjúságunk javára. Mert sokan azt mondják, hogy az egyház ismét valamit el akar venni, meg elvesz az egyetemtől. A kollégiumi helyek hiányának fényében a Görögkatolikus Egyházmegye és az Ungvári Nemzeti Egyetem közötti együttműködésnek köszönhetően nem sokára egy európai szintű kollégium jön majd létre. A munkálatok hamarosan elkezdődnek. Ami a rezidenciát illeti, jelenleg még keressük a legegyszerűbb lehetőségeket az iratok rendezésére. Az egyetem szerint sem kétséges az, hogy az egyházhoz kell tartoznia. De mivel jelenleg az épület az állami vagyonnyilvántartásban van, némi nehézséget okoz, hogy jogilag helyesen kerüljön ki onnan, és mindenki nyugodt legyen. Remélem, hogy ez is megvalósul, és ez a jogi pont is rendeződik. Hogy az utódom már ne féljen attól, hogy valaki még beleárthatja magát ebbe az egyházi ingatlan ügybe. Reménykedem. Minden évben húsvét után 40 nappal Jézus mennybe menetele ünnepén tartja a Beregdédai Görögkatolikus Egyházközség a templom búcsúját Szent Liturgia keretében. Az idén május 30-ára eső áldozó csütörtökön zajlott a búcsú, amelyen a helyi és a szomszédos falvak görögkatolikus hívei, valamint a Beregdaróci testvéri közösség tagjai is részt vettek először a Görögkatolikus Egyház újkori történetében. 2016-ban kaptam a kinevezést Beregdarócra, ott volt a papszentelésem is, és igazából nyilván érdekelt, hogy az a közösség, ahová kerülök, az éppen honnan is indult el. És hát nem kellett sokat kutakodnom, igazából a előző egyik atyának a feleség írt ebből egy szakdolgozatot, a Beregdarócnak a történetéről, és ott elég hamar világos volt, hogy igazából Beregdaróc filiája volt homoknak, ugye mezőhomoknak, most majd a Beregdédának, és hát érdekelt, hogy kik is vannak itt, mik is vannak itt, és a vásárosnaményi templombúcson, templomszentelésen, ha jól emlékszem, akkor találkoztam Robi atyával, aztán ilyen egyszerű a történet, igazából így, hogy jött a kapcsolat, és akkor ő akkor karácsonykor, 2015 karácsonyán hívott meg engem ünnepi, vagy lelki gyakorlatot tartani, és aztán pedig jött az ötlet, illetve hát ment tovább ez a történet, hogy akkor igenis jó lenne találkozni. Egyrészt azért is, mert a helybeli emberek is emlékeznek még arra, hogy ők is igen jöttek, és átgyalogoltak, és jöttek, és imádkoztak, együtt imádkoztak. Nagyon sok mindenkinek van még ott is helyben kötődése az itteniekhez, tehát rokoni kapcsolat, amit sajnos ugye a határ az elválasztott. És most pedig megkaptuk a visszahívást itt a mostani templombúcsúra is, és hát nagy örömmel jöttünk. Igaz, hogy ugye az ottani munkahelyek miatt csak kevesen tudtunk jönni, de lelkesen és nagy örömmel érkeztünk ide. A Beregdédai Görögkatolikus Egyházközség 1863-ban építette fel mai álló kőtemplomát. A közösség életében kritikus időszakot jelentett a szovjet éra,
amikor üldözték a görögegyházat. A dédai görög közösségben volt egy olyan erő, amely közösségé formálódott, és az évtizedek során, 1940-es évek végétől 50-es, 60-as, 70-es évek során nem vesztette el az öntudatát. Itt inkább erről kell beszélnünk, és ez a közösség ez bírt akkora erővel, hogy amikor úgy tűnt, hogy na most akkor elérkezett az idő, akkor kiállt az apái, az ősei hite mellett. Tehát itt igazából erről van szó, én úgy gondolom, és innen lehet aztán majd folytatni azt, hogy akkor volt-e, milyen jelentősége volt. Nyilván a többi egyházközség számára, hiszen az elsők között volt, ez ösztönző erőként hatott egyrészt, másrészt viszont én úgy gondolom, hogy fel is ébresztette jó néhány egyházközségben, egyházközségi tagban azt az érzést, hogy végül is hova is tartozunk mi. Hisz mondjuk ki világosan és egyértelműen az orosz egyháznak az itt Kárpátalján történő jelenléte az 1940-es években, de mondjuk akár 1990-es években semmilyen történelmi múltra vissza nem tekintő tény volt. Tényként mondom, mert tény volt, de nem volt történelmi múltja, és én úgy gondolom, hogy alapja sem. Tehát nagyon fontos volt az, hogy az embereink, a híveink ráébredtek arra, hogy mi nem oda tartozunk, mi egy teljesen más közösség, más mentalitással, más értékrenddel bíró közösség vagyunk, és ennek a közösségnek a megtartó ereje, amely az évtizedek során nem hunyt ki, az szerintem újraélet működött, és jött az egyik templom, jött a másik templom, egyik közösség bátorított a másikat, és hát itt vagyunk, ahol vagyunk. Ez egy élő egyház. Élő közösségekkel, élő hívekkel, tenni akaró hívekkel. A rendszerváltozás után a tenni akaráshoz szilárd elhatározás is társult, amint lehetett a hívek visszaszerezték a templomot, amelyet az ortodoxok használtak, a papok pedig elkezdték a szolgálatot. Kicsit a politikai helyzetre utalok, ugye hát tudjuk azt, hogy egész Európa, talán egész világ teli volt abban, hogy Gorbi milyen más politikát kezdett, és hogy alakultak a dolgok 86 után, vagy 88 után a Szovjetunióban. Ez érződött lassacskán, tulajdonképpen az, hogy a görögkatolikus egyház is megkezdi a működését. Valamikor talán mondtam is interjúban azt, hogy maga az a szó, hogy az illegalitást megkaptuk, az azt jelzi, hogy tudtak rólunk. Tehát, hogy voltak ott valahol, és akkor na, engedjük meg nekik, hogy mozogjanak. Úgyhogy 88-ban itt már úgy kezdtek körülnézni a kurátorok. Halovács Jani bácsinak a nevét föltétlen meg kell említsem, mert utazgattak és nézegettek. Említette a Róbert atya, hogy Ricinkó János atya, boldog emlékű, most már nincs köztünk, ő volt az első, aki már 89 karácsonyán, mert akkor még a Julianus naptár szerint, tehát januárban, ő már jött ide gyóntatni, itt a szomszédos házba, és végzett egy szent liturgiát. Tehát az aktív görög katolikusok, azok, akik Beregszázba jártak a római katolikus templomba, azok már szervezkedtek. Aztán történt egy olyan dolog, hogy a pópával összeveszett a kántor bácsi, Kosztyó Gabi bácsinak a nevét is, hadd említsem meg, és akkor ő kivonult a templomból. Minden pap tudja azt, hogy a kántor után egy bizonyos réteg is kivonul. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy 89, hát januárja után már itten kezdtek szerveződni. A nagyhetet, 89 nagyhetén, amikor itt nagy csütörtökön a kínszenvedési evangéliumot végezték még az ortodoxok, akkor ugyanabban a szomszédos házba, itt Meggyesi babunak a házában, Ricinkó Jani bácsi végezte a szent liturgiát, gyóntatott, és aztán szombat éjjel eljött és megszentelte a pászkát. Úgyhogy az első kapavágás ez volt. Utána következett május 6-án Tisza újlakon kaptuk vissza a templomot, és Kerényi Gyuszi bácsi, aki vérkaparti öreg diák volt, és együtt tanult a Kortotai Elemér bácsival, megkérdezte, hogy öcsi, mert ez volt ugye Elemér bácsának a becen neve, hogy öcsikém, nálunk mikor lesz ilyen? És Elemér bácsi visszakérdezett. Készek vagytok? Készek vagyunk. És akkor jövő vasárnap Beregszázba leszünk. Tehát innen indulok egy kicsit messzebbről. Ez volt május 13-án, és utána június 26-án. Érdekes mód, hogy Beregszázba engem küldött, és én mondtam az első liturgián, ide nem engedett, mert forrongott
a levegő, vitatkoztak egy kicsit, a pópa nem akart simán elmenni. Volt itt még olyan is, hogy a templom kulcssal egy nénit megütöttek, hogy felszerepett itt a fejbőre meg. Szóval nem volt nyugodt a légkör is, ezért Elemér bácsi akart az első liturgiát, hogy ő végezze. Ez a templomba volt, a dédai templom, dédai temetőbe, bocsánatot kérek. És akkor szeptember végéig ott voltunk. Muszáj vagyok még egy nevet megemlíteni, Dalmai Árpádnak a nevét, mert ő volt akkor itten a járási vezetőségnek a helyettes elnöke, Ivancsó, keresztnevére nem emlékszek sajnos, ő volt a Ivancsó Iván volt a beregszászi vezető, megegyeztek, hogy ő elmegy szabadságra, és akkor a dédai meg a jánosi templomra adjuk ki az ukázt, hogy adják vissza a görög katolikusoknak. Még meg is beszéltek, ez most egy kicsit olyan felnyitom a titkokat, hogyha valami baj lesz, azt mondja, akkor én majd visszajövök és rendezem. Úgyhogy Dalmai Árpádnak az aláírásával jelent meg. Az első liturgiát itt még megzavarták. Még le volt pecsételve. Akkor mi már tudtuk, hogy a temetőben nem fogunk végezni, mindent áthoztunk ide, nem engedtek be a templomba, de a templom udvaron azért megtörtént az első liturgia. Történelmi pillanat, mert azt lehet mondani, hogy az egyházmegyének a nesztora, az Bendász Pista bácsi, a legidősebb papja, az egyházmegyének a teológiai professzora, dr. Ortutai Elimér, és én egyike a legfiatalabb papnak akkor 1990-ben, én egyike voltam a legfiatalabbnak, itt végeztük a Szent Liturgiát. Most is szól a harang, amikor befejeztük a liturgiát, elmentünk ugyanahoz a megyési babuhoz egy kis ebédre, egy kis agapéra, egyszer csak halljuk, hogy megszólal a harang ebéd közben. Felálltuk, abba hagytuk az étkezést, és átjöttünk a templomba, és akkor itt beindult tulajdonképpen az egyház élet. Itt az egyik kedves híven mondta, hogy igen, így visszaemlékezni, és azt mondani, hogy minden szép, meg hogy fejlődik. Én nagy örömmel mindig egy kicsit olyan szívfájdalommal is jövök ide, de viszont tényleg az volt a feladat, hogy itt megőrizni azokat az embereket, akik megőrizték a templomot, mert a templom nyitva volt végig kommunista időben, behozni a templomba azokat, akik a római katolikus templomba jártak Beregszázba, és természetesen behozni, akik nem jártak sehová se. Tehát ilyen három kategória volt, akiket meg kellett békéltetni lassacskán, aprólékos munkával is nagyon-nagyon sok imádság. A búcsú keretében felszentelték azt a templom kertben felállított ősi kőkeresztet, amelyet az egyházközség újítatott fel. Kárpátaljára egy jellemző, egy tömbös kőkereszt, ami több, mint valószínűleg idősebb lehet, mint maga a templom. És fontosnak tartottuk, hogy felújítsuk. Azt hiszem, hogy a keresztény jelképeknek ma is nagy mondani valója van. Büszkék lehetünk, hisz tavaly szeptember 14-én kereszt felmagasztalás alkalmával az egyik utcán szenteltünk egy új keresztet, amely egy régi keresztnek a helyére került, amit a kommunisták takarítottak hajdanán el. Jelenleg ez a kereszt itt található, helyesebben az az ősi kereszt, egy nagyon-nagyon rossz állapotban, azzal is terveink vannak. Most pedig ez a kereszt került felújításra, és az a mi büszkeségünk. Ha éppen azok, akit említettem, ők Gagarinnal dicsekedtek, akkor mi a föltámadott és mennybe emelkedett Krisztussal dicsekszünk, akinek semmiféle más eszközre nem volt szüksége fölemelkedjen ahhoz az atyához, hogy ismét azzal a dicsőséggel bírjon, amivel bírt a világ teremtése előtt. A mi Krisztusunk a szenvedett, de ugyanakkor föltámadott, és az emberi testet le nem tagadó, önmagával vívő Krisztus Úr is, Isten. Ő a mi büszkeségünk, s a hitünk záloga is.
Következő helyszínünk Mátyfalva, ahol gyermeknapot rendeztek. Majd Karácsfalvára látogatunk, ahol barátságos labdarúgó mérkőzésen találkozott egymással a görög papok és az ungvári magyar főkonzulátus válogatottja. Több mint 10 éve szervezi meg hagyományos gyermeknapi rendezvényét a Mátyfalvai Görög Katolikus Egyházközség. A színes programok évről évre megmozgatják a falu apraját nagyját, ezért fontos közösségépítő szerepe van a település életében. Ez a nap azért is különleges, mert itt nem a felnőttek, szülők szervezték a vidám délutánt, hanem a görög katolikus hittanos gyermekek. Ennek a gyereknapjában a múltja már több mint 10 évre tekint vissza, az elődöm kezdte, és mi pedig több mint hat éve itt vagyok az egyházközségben, ezt folytatjuk, és mindig azt veszük észre, hogy minden egyes gyereknapon egyre többen vannak gyerekek, felnőttek, idős emberek. Az egyházközségben főleg a fiatalokkal, az ifi hittanosokkal szervezzük évről évre ezeket a programokat, amit a gyereknapon megtalálható, különböző játékokat, a különböző foglalkozásokat, és nagy erőt és kitartást igényel, és természetesen szorgalmat is a ifi hittanosoktól, hogy mindez megvalósuljon, úgyhogy én elsősorban a szervezésben és a támogatásban őket emelném ki, akik ha az ember csügget, akkor lelkesedést adnak, ha az embernek talán sok munkája van, akkor leveszik a tehet a válláról. De meg kell említenem a Betlen Gábor alattnak a támogatását is, akik hozzájárultak ennek a napnak a megszervezéséhez, lebonyolításához, illetve a helyi KMKS, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek a helyi alapszervezete, aztán a helyi vállalkozók és a helyi embereknek felekezettől függetlenül támogatták ezt a napot. A gyermekek sokféle elfoglaltság közül válogathattak az eseményen, hiszen minden korosztály számára készültek programmal a szervezők. A kisebbeket arcfestés várta, valamint trambolinon is szórakozhattak. A nagyobbak csapatépítő programként kipróbálhatták a lézerharcot és a fafaragás ősi mesterségét is. Ha szétnézünk a gyereknapi programokon, ugye, ami a gyerekeknek főleg a legfontosabb, hogy az ugrálóvár, a trambolin, a felnőtteknek ugye a kürtős kalács sütés, vagy a vattacukor készítés, ugye most Tóth Gyula új lakról itt van és próbálja a fafaragást a gyerekeknek egy kicsit megmutatni, tanítani, aztán jelen van a kaptár a gyerekeknek nagy örömére a lézer harcot, amit ki tudnak próbálni, és aztán különböző versenyek, programok, amin a gyerekek az egyházközségben élőktől felajánlott ajándékokat, plüssállatok, különböző ajándékokat, azokat megnyerik. Ugye van tombola is, és cukorka első, amit nagyon szeretnek, van arcfestés, gipszfestés, tehát amit ötletnek van, és ami az elmúlt években bevált, azt próbáljuk továbbvinni, és abban próbálunk a gyerekeknek az örömére lenni, hogy jól érezzük magukat ezen a mai napon. A gyermeknap fő eseménye a tombola sorsolás volt, ahol értékes ajándékokat lehetett nyerni. A Mátyfalvai Görög Katolikus Egyházközség tagjai már tervezik a jövő évi gyermeknapot, hiszen ez a rendezvény felekezettől függetlenül köti össze a családokat, gyermekeket és építi a falu közösségét. Már hagyományosnak számító barátságos labdarúgó mérkőzésen mérte össze erejét a beregszászi Esperesi kerület papságának és Magyarország ungvári főkonzulátusának csapata. Az eseményen részt vettek mindkét gárda családtagja is. A találkozót a sportdiplomácia és a kapcsolatok ápolása jegyében rendezték. Idén is a karácsfalvai Sztojka Sándor görög katolikus líceum adott otthont a mérkőzésnek. Az idő kegyes volt a sportolókhoz, így nem teremben, hanem a szabad ég alatt folyhatott a játék. Főkonzul úrral való megismerkedésünk alkalmával találtuk ezt ki ketten, így hál' Istennek ez harmadszor rendeződik meg. Hát felváltva van mindig eredmény, egyszer mi, egyszer ők, egyszer mi nyerünk, aztán a Jóisten gondviselésében azt beszéltük is most, hogy folytatni fogjuk, ha Isten segít, hogy ez a kapcsolat megmaradjon,
jobban megismerjük egymást, ők is egy kicsikét megismernek bennünket, mi is kicsit megismerjük őket, hogy itt a külügyben ők hogyan munkálkodnak, mi pedig mit szeretnénk itt Kárpátalján talán kicsikét a munkánkkal elérni. A foci a központ, az, ami egyesít, hogy éppen jól jött a poén, hogy nem ellenségek vagyunk, hanem ellenfelek a pályán, itt pedig amikor már vége van, akkor barátok vagyunk, akkor az a lényege, hogy talán az asztalnál könnyebb úgymond már nem ellenségnek tekintve egymás, hanem úgymond ellenfélnek a pályán kívül, de jó barátnak is tekintve, hogy összetartson bennünket a sport. Talán kicsikét az összetartásnak is a reménye, és ennek egy kicsikét így, hogy mi is ennek hangot adjuk, a Kárpátalja, Magyarország, kárpátaljai családok és a magyarországi családok így egy kicsikét összetartozva határ nélküli a futballnak nincsenek határai, mondhatnánk így, vagy mondom, a jókednek sincsenek határai, mondhatnám tovább, a szeretetnek sincsenek határai, ezt próbálnánk a mai napon kicsikét itt szebbé tenni egymás napját. A két csapat nagy lelkesedéssel játszott. Helyzetekben nem volt hiány, de a tavalyival ellentétben idén a Papok csapata tudott ezek közül többet gólra váltani. A hivatalos végeredmény 4-2 lett, de ez nem akadályozta a sportolókat abban, hogy 11-esekkel is versenybe szálljanak. A végeredménytől függetlenül a mérkőzés örömmel és sérülések nélkül zárult. Fantasztikus időnk volt, jó eredmény is született, ha most nem is feltétlenül főkonzervátus volt ebbe, aki vitte a primet, de bízom benne, hogy a következő évben, amely ugye évről évre megrendezésre kerül, szerintem vissza fogunk tudni vágni. Nem az volt a lényeg, hogy a profi futballisták jelenjenek meg a mai rendezvényen. Itt az volt a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát. A főkonzervátus állománya ugye főleg a diplomáciával van elfoglalva, és nagyon keves az a száma, akik igazából a labdaérzéknek megfelelően gyakorlatilag egy fantasztikus eredményt tudnának produkálni a pályán, de ebben nem is az a lényeg. Tehát jól éreztük magunkat, ez most már a harmadik alkalom, évről évre ugye megrendezésre kerül, és a mai napon ugye aki kifutott a pályára, aki fölhúzta magára a főkonzulátus mezét, a szívvel lélekkel játszott, nem biztos, hogy feltétlenül számított egyébként, hogy ő bármilyen módon korábban köze volt a labdarúgáshoz, a sporthoz. Itt az volt a lényeg egyébként, a megmozdulás, az összetartozás, és az, hogy érezzük jól magunkat. A főkonzulátus szerintem a sportdiplomáciában ezt a mai napon óriási teljesítményt nyújtott, hisz tényleg olyan kollégák is megmozdultak, akik soha életükben nem vettek még focicipőt a lábukra, de mindenki jól érezte magát. Én úgy érzem, egyébként sérülésmentes volt a teljes meccs, és ez a 2x30 perc itt a közel 30 fokba azért mindenki számára megterhelő volt. Bízom benne, hogy a következő évben ezt szintén meg tudjuk tartani, és tényleg nem az volt a lényeg egyébként, hogy bárki bármit tudjon, vagy bármilyen képzettsége legyen a sport terén. Itt az volt a lényeg egyébként, hogy eljöjjön, jól érezze magát, és itt próbáljunk meg Karácspalmán egy olyan hangulatot teremteni, ami adott esetben meghatározó lesz a következő évig is. Néhány olyan dolgot szeretnék még megemlíteni, ami a 2019-es évben mindenképpen lesz. Ugye a 2019. szeptemberében immár szintén harmadik alkalommal megrendezésre kerül az ungvári főkonzulátus szervezésében a Hungary Fest, ahol lehetőséget biztosítunk egyrészt a kulturális és a kulináris élvezetek megtapasztalására gyakorlatilag Ungváron. Szeptember hónapban kerül sor a KMPSZ-e közös megrendezésben a Bercsényi Festre, ami szintén most már második alkalommal van, és azt gondolom, hogy nem szeretnék még meglepetéseket elárulni, de valószínűleg a szeptember, október és a november is tartogat még meglepetéseket és olyan rendezvényeket, amely az itt élő teljes magyarságot meg fogja mozgatni. A fáradt focistákat meleg ebéd várta a Líceum udvarán, ahol a játék után beszélgetésekre, családias együttlétre, a közös problémák megvitatására is lehetősége volt a résztvevőknek.